Itt vagyunk a Sétázóvárosban, ez az egyik kedvenc festményem, ahol egy jeruzsálemi utcarészletet látunk. Nagyon érdekes, hogy ez a festmény nem plasztikusan, tehát, hanem szögletesen jön ki a festményből. Tehát itt a 3D ilyen szögletesen van megoldva. Így, ha elsétálunk a festmény mellett, teljesen olyan érzésünk van, mintha ott lennénk az utcában. Különösen nagyon szép a technikája, hogy többféle olaj és akvarell és másfajta festékek használatával, hol megcsillan a kép, hol viszont matt hatást látunk, és aki szemfüles észreveszi, hogy egy-két aranyozott behatás is van itt Jeruzsálem utcáin, hisz ez egy aranyváros, és itt is megjelenik a képen, de teljesen beleilleszkedik a látványba. Mit szól a festőművész úr festményhez, hogy hogyan készült, vagy milyen ihlet volt, amikor ezt a festményt készítette? Nekem kedvenc témám a Jeruzsálemi utca részlet, mivel hogy nagyon szeretem Jeruzsálemet, többször is ellátogattunk oda. Nagyon nagy békességet, meg örömöt sugal, és az első sikeres festménycsoport, amit megfestettem, 100-szor Jeruzsálem utca részleteit, az innen inspirálódott, az óvárosból. És ezt a képet konkrétan úgy festettem meg, hogy bealapoztam ezt a 3D-s faragványt 24 karátos aranyjal, és arra festettem rá olajfestékkel. És előtte még hogy hívják ezt, akrillal is volt alapozva. Úgyhogy ennek a képnek az a különlegessége, hogyha ebből a szögből nézem, akkor ezt a részét látom a képnek, és hogyha a másik feléről nézem, akkor ezt a részét látom így a képnek, és az a része így elhalványul, és emiatt egy ilyen mozgó hatása van a képnek. Mint hogyha a valóságban átjönnék az egyik felülről az utcának a másikra. És azt szeretem Jeruzsálemben, hogy minden építmény ilyen kő borítású, és emiatt egy olyan feelingje van, mintha az egész egy kőszikla lenne, kősziklából épült város. Nagyon jó ötletnek tartom ezt. Emiatt én a képeimbe ezt a köveket kiszínezem, hogy még hangsúlyosabb legyen, még több színárnyalatú